Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A lemeztitkosításról fogunk beszélni. Az egyszerű lemeztitkosításról. Miért emeltem ki azt, hogy egyszerű? Azért, mert számomra fontos, hogy a lemeztitkosítás jó legyen, és egyszerűen kezelhető legyen. Azaz, ne férjen senki hozzá az én adataimhoz, és nekem ne kelljen valami extrém dolgot csinálni ahhoz, hogy hozzáférjek az adataimhoz. Ez a módszer azért is kellemes, mert a disztribúciónkba nagyon nagy valószínűséggel bent lévő, esetleg alaptelepítésű dolgokkal fogunk dolgozni, más programmal is le tudod titkosítani ezen módszerrel a te lemezedet. Én amit bemutatok, egy grafikus módszer, kényelmes mindenkinek, és egy vagy két jelszó megadásával már hozzá is férünk az adatainkhoz, de a lemez le van titkosítva. Azaz, hogyha valaki kiemeli a gépedből, és beteszi egy másik gépbe, ugyanúgy el fogja kérni a titkosított jelszót. Azaz nekünk megfelelő minőségű. Hogyan megy egy lemez le és felcsatolása? Hogyan férek hozzá a saját adataimhoz? A 120-as könyvtárban fel van csatolva egy lemez, egy 120-as SSD, és ezt most le és felcsatolgatom. Hogyan működik? A legtöbb fájlkezelőbe oda megyünk, és azt mondjuk, hogy leválasztás le van választva, üres a könyvtár. Nem okozott gondot, hogyan csatoljuk vissza, vagy automatikusan indításkor, vagy rákattintunk, és azt mondjuk, hogy csatolás. Ennyi csatolás, és ahogy látni, megjelentek az adatok, megjelentek a könyvtárak a lemezemen. Ez nekem így általában nagyon megfelel az olyan dolgaim, ami nyílt, tehát mindenki által látható. Gyakorlatilag ez egy nyílt lemez. Ha valaki idejön, leül, felcsatolja, megnézheti. Nyilván, hogyha fogja és kiszedi a gépemből ezt a lemezt, a másik gépbe megnézheti. Igen, vannak olyan adatok, olyan dolgok, ami ezen körben nem tartoznak, azaz szeretném, hogyha nem látná mindenki. Ez egy titkosított partícióra kerül, a 256-os tesztként bemutatandó partícióra fog rákerülni lemezre. Fontos, hogy lemezre fog rákerülni ez az adott titkosítás, és nézzük is meg, hogy mennyivel bonyolultabb ez a dolog, azaz fogom, és azonnal jelszót kér. Ez nagyon jó dolog, mert hogyha valaki leül, és elkezdi babrálni a gépemet, ha nincs felcsatolva ez az állomány, illetve pontosabban ez a partíció, jelen pillanatban természetesen egy teljes lemez, akkor ő nem fogja tudni felcsatolni. Ha kiszedi a gépemből, és átteszi a saját gépébe ezt az SSD kártyát, akkor szintén igaz az, hogy nem tud hozzáférni ezekhez az adatokhoz a jelszó megadása nélkül. Én nem azt mondom, hogy a CIA, meg az NSI, vagy akármilyen kukkoló program, öt szem, akárhány szem, államokhoz tartozó kukkoló emberkék nem fogják tudni ezt a titkosítást feltörni, de valljuk be, nem is ő ellenük fogjuk ezt létrehozni. Hogyan működik ez? Nyilvánvalóan az egyszerűség nekem fontos, a lemezek, azaz a GNOME Disk programmal fogom ezt megoldani, más programmal is megoldható, ahogy volt mondtam. Nyilvánvalóan, mivel hogy egy Cinnamont használok, a GNOME Disk lemezek néven futó program rajta van a gépemen, nem fogok mást használni, kényelmes lemezek, és azt hiszem a mindenki által ismert lemezek program, GNOME Disk program meg fog jelenni. Kiválasztom azt a partíciót, illetve természetesen először a lemezt, amit én titkosítani szeretnék. Nézzük is meg, a 256-os diszket jelöltem ki, odafigyelve kell ezt csinálni, jó? Maradjunk annyiba, hogy nyilvánvalóan, hogyha itt össze-vissza kattogtatsz, letitkosítasz valamit, aztán kiderül az, hogy mégiscsak nem szeretnéd a titkosítást megtenni, akkor logikusan, ha nem tudod a jelszót, nem fogod tudni feloldani a titkosítást. Hozzáteszem, és azt hiszem mindenkinek egyértelmű, hogy egy partíciót fogunk létrehozni, ami titkosított, azaz azon a lemezen, amin mi létrehozzuk ezt a titkosított partíciót, a partíción, vagy az egész lemezen, attól függ, hogy partíciót vagy lemez szeretnél titkosítani, én az egészet letitkosítom egy darab partícióval, az bizony ne legyen rajta semmi. Fontos, mert partícionáláskor, formázáskor így pontosabb, el fog tűnni minden adat, felhívja a figyelmet, de általában nem szokták elolvasni az emberek a kírást. Ez maga egy titkosított partíció volt, én feloldom a titkosítását, a titkos jelszavamat mindenki ismeri,
Először a partíció titkosítását oldottam föl, utána hitelesítem saját magamat, az autentikáláshoz bizony kell a három darab A betű, nyilván a jelszavam azért ilyen egyszerű, hogy gyorsan haladjunk a sok beszéd mellett, és mit tudunk csinálni? Eltüntetjük első lépésben azt a partíciót, amit mi bizony el szeretnénk tüntetni, le szeretnénk formázni. Ezt nem muszáj megtenni, hiszen le tudsz egy partíciót úgy is formázni, hogy nem törlöd le, de én igazából leszoktam törölni, és létrehozom a partíciót, hozzáadunk egy partíciót. Mekkora legyen? Hát ahogy az előbb mondtam, természetesen legyen az egész lemezre kiterjedő partíció, kisebbet is létrehozhatsz, lehet olyan, hogy egy lemezen van egy rész, ami titkosítva van, az a partíció, illetve egy másik vagy több partíció, ami nincs titkosítva, megoldható bármi. Következőre kattintunk, megadjuk a kötet nevét, 256 lesz a neve, ez a mérete, és mit szeretnénk, belső lemez szeretnénk létrehozni, nyilvánvalóan Windows alatt másképp történik meg a titkosítás, és annyit teszünk, hogy jelszóval védett kötetet fogunk létrehozni, LUKS, így kerest. Hogyha nem magyar, akkor az LUKS-t mindenképp megtalálod az adott programban, hogy hogyan hozott létre a titkosított, jelszóval védett kötetet, akkor szépen rábújjunk, hogy jelszóval védett kötet, nem szeretnék plusz törlést végrehajtatni, hanem a következőre bökök, a jelszót megadom, még egyszer megadom a három darab A betűt, és utána a jelszó megjelenítésével meg szoktam nézni, hogy a kettő egyezik-e, egyébként kírja, hogy a kettő, ha nem egyezik, akkor légy szíves egyeződ beírni, létrehozás. A létrehozás pontosan olyan, mint bármely egyéb formázás, értelemszerűen, logikusan, itt bizony az X4-es partíció típusról beszélünk, amit titkosítva hoztunk létre. Oké. Ennyi volt a titkos partíció létrehozva, és fel van oldva, mi ezt szépen záróljuk. Miért? Hát bizony ne legyen felcsatolva a dolog, és becsukjuk. Ennyi volt az egész. Létrejött. Hogyan működik tovább? Nézzük meg, 256-os kötetet felcsatoljuk, bekéri a jelszót. Na hát most olvassuk el kivételesen, mi van ideírva. A jelszó azonnali elfelejtése. Ez a helyes módszer, a többi mind hülyeség. Bocs, de hogyha én felcsatolok egy lemezt, lecsatolom a lemezt, és megjegyzi a rendszerem azt a jelszót, akár ideiglenesen, kijelentkezésig, középső beállítás, vagy megjegyzése örökre, az bizony nem adja azt a biztonságot, hogyha ide jön valaki, lelök a székemről, és ideül, akkor visszatudja, avagy nem csatolni a lemezt. Természetesen visszatudja csatolni jelszó nélkül, hiszen be van állítva a rendszernek, hogy bocsi, jegyezd meg ideiglenesen, vagy végtelen ideig a jelszót. Nem kell, kényelmesebb, de nem kell. Adj meg olyan jelszót, amit gyorsan be tudsz gépelni, nyilván nem három darab A betűt, ami igazából csak arra jó, hogy bemutasd, de egy 8-10-15 karaktert kényelmesen be tudsz gépelgetni, nem a saját nevet, kutyád nevet, születésnapod, hanem ennél egy kicsit bonyolultabb, és azt tud megtenni hamar, kényelmesen, oké? Okay? Tehát ez a lényeg, hamar, kényelmesen, de biztonságban szeretnénk tartani az adatainkat. Bizonyos biztonságot az is ad természetesen, hogyha megjegyezteted a jelszót örökre, és akkor felcsatolod automatikusan a lemezt, és attól megvéd, hogyha ellopják a lemezt, és beteszik egy másik gépbe akármilyen indokkal, akkor az adataid biztonságban lesznek, de akkor, ha az egész gépet viszi el, vagy éppen téged itt félrelök, és azt mondja, hogy most pedig ellenőrzi, hogy mi van a gépeden, arra nem jó az, hogyha megjegyzi akár ideiglenesen, akár örökké a jelszót, azaz az elsőt kell bepippantani, bejelölni a rádiógombon, és utána megadjuk a hipertitkos jelszót, ami most három betű, három darab A betű, és fölcsatolja, és utána föl is csatolta a rendszer, és egy mappát létrehozunk, hogy lássuk, hogy valóban felcsatolás megtörtént, a lecsatolás, nézzük is meg a leválasztást, hogyan történik, az pedig jelszó nélkül is megtörténik. Azaz, hogyha elvégezted azokat a munkákat, műveleteket, amik a 256-os
igen fantáziadús nevű lemezre szeretnél végezni adatmentés, egyéb vagy akármi, ez a te dolgod, akkor természetesen ráböksz arra, hogy lecsatolás az adott lemezre, és akkor biztonságban lesznek a te adataid. Gyakorlatilag ennyi. Ezen azért lehet egy kicsit finomítani, különböző egyéb beállításokat megtenni, de én úgy gondolom, hogy kezdetben alap biztonsági eljárásként egy titkosított partíció vagy egy titkosított lemez létrehozása nagyon egyszerű. Mindenkinek plusz két lépéssel többet meg kell csinálni, mint egy alapformázás, és utána az arra elhelyezett adatok biztonságban lesznek. Szerintem ennyit érdemes megcsinálni a saját adataink biztonsága érdekében. Köszi szépen, sziasztok, és jó adattitkosítást kívánok mindenkinek, sziasztok!